dokumentarizmus, amivel foglalkoztam, kezdett nem kielégíteni. Az olyan volt, hogy egy beteg társadalmat az ember megvág egy ponton, és teljesen mindegy, hogy utána hol vágja meg, ugyanaz a geny jön ki. Tehát csinálhattam volna erről, arról, amarról, de tulajdonképpen ugyanarról beszéltem volna. És amúgy is szerettem a képzőművészetet, és pont az akton keresztül el tudtam tolni a gondolataimat a képzőművészet felé. Így jöttek az aktképek. Plusz kísérleteztem egy technikával, olyan 3-4 évig, és abból lett az, amit 80-as évek végétől csinálok a mai napig. És ezt áttettem nem csak az aktfotózásra, hanem a portréfotózásra is. Amit csinál, az tulajdonképpen bizonyos értelemben a késői magyar avantgárd művészetnek része válik oly módon, hogy olyan dolgokat csinál, pontosabban olyat visz képre, úgy, amit még az avantgárd, a késői avantgárd sem mer felvállalni, akár fotósként, és akár úgy is, hogy galéristaként sem. A fehér nézet az egyszerre idézi a Málevics festmény képkockáját, de ugyanakkor ott van az a fehér filmvászon, amire bármilyen képet oda lehet képzelni. És az ő esetében is megvan ez, hogy az adott fehér alapon mi az, ami látható. Egy apropó volt, amikor a Fiatalok Fotoművészeti Stúdiója elhatározta, hogy a Fiatal Művészek Fesztiváljára, ami Szentendrén volt minden második évben, azt hiszem, és egyszer a stúdió elhatározta, hogy Rabrábi téren csinál egy közös aktfotó kiállítást. És akkor fotóztam először aktot. Az illető személyt a maga társadalmi hátterével veszi figyelembe. És ez nagyon sokszor a képeibe is benne van. Az első aktfotóit még fiatalon csinálja, de olyan elesett nőkről, akiket a kocsmában ismernek. És van, aki egy késér, egy eszközért vállalja ezt a szerepet. Aztán ugye jön egy fordulat, amikor fiatal csinos hölgyek, egyetemista lányok lesznek a modellek, és aztán ezután a fordulat után jön egy másik fordulás, amikor megint megalázott nők jelennek meg a képein, arcukon a fájdalom. Az egyetemes művészetben az akt az mindig is ott volt. Tehát a festészettől kezdve mindig is ott volt, és épp úgy a portré is. Az ember eljut egy pontra, és utána arról a pontról már könnyű tovább lépni. Mindig az első pont a nehéz. Itt is az első volt az, amíg meg nem találtam igazán azt a technikát, a szellemiséget, mert kapcsolódni kell. Ha az egyik nincs meg, akkor már nem jó a dolog.